A mérkőzés előtt a tabellán azonos mutatóval álló csapatok összecsapásán a vendégek kezdtek jobban, az első negyed végén 3-20 perc játék után 12 ponttal vezetett az NKS. Fordulás után zárkózni kezdett a házigazda, de az egyenlítésig nem jutottak el a fővárosiak. A találkozó hajrája nyíregyháziaké volt, így végül magabiztos 17 pontos győzelmet aratott a közvetlen rivális otthonában Farkasinszky Gyuláni együttese. Az elején elhúztunk egy 6-8 ponttal, viszont utána a védekezésünkben akadtak olyan hibák, amit kihasznált az ellenfél. Utána, amikor kijött egész perc letámadásra, akkor viszont komoly problémáink voltak, nagyon sok eladott labdánk volt. Ugye hiába próbáltuk elmagyarázni, hogy nem lehet labdavezetéssel oldalvonalhoz kimenni, nagyon gyakran beleszaladtunk ebbe a hibába, elhittük mi azt, hogy mi két emberen keresztül is meg fogjuk ezt oldani. Sajnos nem jött össze. Az igazság, hogy a játékvezetés az engedte ezt a néha kicsit, én úgy gondolom, a durába átmenő játékot. Amikor beálltunk egy zóna védekezésbe, akkor sikerült valamilyen szinten egy kicsit a csapatnak a lendületét visszafognunk, és mi nekünk sikerült egy-egy olyan extra 3 pontos bedobni, ami aztán oda vezetett, hogy a félidőre megvolt az a 10 pontos előny, reményben abban, hogy ez a következő félidőben is megmarad. Ott aztán hirtelen egy 3 pont különbség lett pillanatokon belül. Hál' Istennek akkor a rutinosabb játékosaink azok igencsak toppon voltak. A nyíregyházi gárdára vasárnap ismét idegenbeli meccs vár, a TFS-e második csapata ellen lép pályára az NKS. Nem vár ránk könnyű mérkőzés, főleg úgy, hogy a Kovács Orsi az még mindig nem bevethető, tehát neki van egy ilyen kisebb okasérülése. A kadettjeink, juniorjaink pedig 7 nappal átéve mérkőzéseket játszanak, tehát itt mindenféleképpen muszáj valamilyen szinten az idősebb játékosainkat úgy terhelni, hogy a fiatalabbakra kevesebb teher háruljon. Ezért nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy tisztes helytállás, ami mindenféleképpen az elfogadható. Amennyiben sikerülne mégis mérkőzést nyernünk, akkor szerintem egy óriási eredmény lenne ennek a csapatnak. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a TFS-e második csapata vezeti 100%-os teljesítménnyel, 12 győzelemmel. A nyíregyházi kosársuli 7 győzelemmel és 4 vereséggel a 7. helyen várja a folytatást.